I got this paper cut, it's right down to the bone. You tell me that I should call and you don't pick up the phone. Női kézilabdázóink után a férfiakon volt a sor, hogy pózoljanak a kamerának. Persze csak mezes és gólörömökről van szó, hiszen a szezon előtti egyéni és csapatfotózáson főleg ezeken van a hangsúly. Fiatal új kézisünknek, Szepesi Zsombornak ez volt az első ilyen élménye már Fradi játékosként. Nagyon vicces volt, és nyilván volt a komoly része is a fotózások, amit meg kellett csinálni, de voltak vicces része is, amit elviccesültünk. Ezek az új csapattársaktól az rikák? Igen, persze, egyértelműen. Hogy tetszik a mez, hiszen ugye ennek most már ez a tradíciója lett, hogy a foci csapat is hasonló. Ja, nagyon tetszik a mez, és mind a fekete, mind a fehér, nagyon tetszik. Hány gólt fogunk tőled majd látni ezekben a mezekben? Remélem minél többet. Néhány nappal később már a mez is lekerült a fiúkról. Mondjuk ez a strandröplabda labda és a motorcsónakozással egybekötött gumi matracozás egyik fontos szabálya. Kéziseink a jó hangulatú közös fotózás után egy izgalmas, sok nagy, szép és vicces mozdulatokban bővelkedő csapatépítővel készültek a bajnokság kezdetére. Volt még egy érdekes játék a végére, ez akár Nyéki Balázs, férfi vízilabda csapatunk vezetőedzőjének figyelmét is felkeltheti. Nézd csak, Süni! Dimuzdíjas vagyok, és ezen én is csatlakozom a telefon mobiltalan programjához. Okos telefonjainkat felajánljuk rászorulóknak. Bárki, aki tud, felajánlhat egy használt, de még működőképes okostelefon. Az akvarkus jó célra fogjuk tudni fordítani. Én is találtam egyet, ha neked is van egy. Legyetek ti is így. A részleteket a mobildonor.hu oldalon találjátok. Én már mobildonor vagyok. És te?